Az a vizsgálóbizottság, amit itt Alibiből felállítottak, ez a közbeszerzési eljárással, ahol ennek az ügynek a veleje van, vagy hát a közepe, ezzel nem is foglalkozott. És nekem ez. Én azt érzékelem, hogy itt valami miatt a városvezetés megingott. Szerintem Karácsony Gergely egyébként komolyan gondolta, hogy ez nincs rendben, csak azok a különböző koalíciós partnerei, akik mögötte állnak, azok valamilyen módon meg tudták azt akadályozni hogy, hogy ennek a teljes körű vizsgálata megtörténjen. Én nagyon örülnék, hogy a főpolgármester erről nyíltan beszélne, ugye ő gyakran De hibá... ezzel most például, most ezzel azt mondta, hogy ebben összejátszott a Fidesz és az ellenzék. Hát az, ahogy 2019 óta ezt az ügyet kezelték, az számomra erre utal, igen. Tiszteltel köszöntöm Önöket. A konkrétan Róna Jegon a legújabb podcast fordulóját látják. Ez az ATV és az index.hu közös podcastje, és nem először ebben a műsorban Mikézi Dávid most már az LNP főpolgármester jelöltje, és a saját civil mozgalmának vezetője és képviselője a vendégünk. Akkor még, amikor mi itt találkoztunk, akkor még ez nem volt hivatalos, csak feszegettük a határokat, hogy lesz főpolgármester jelölt vagy sem. Most már akkor úgy tudunk erről beszélni, hogy ez tényszerű, de akkor meg is kérdezem egyúttal, hogy mi váratott ennyi ideig. Amikor mi itt utoljára beszélgettünk, jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást. Amikor mi itt utoljára beszélgettünk, az még jóval az előtt volt, hogy ez a téma valójában felmerült, tavaly nyáron talán. Ami azóta történt, az az, hogy egyrésztről volt egy komoly járatritkítási botrány Budapesten, ahol jelentős lakótelepek és városrészek buszjáratait, villamosjáratait ritkította ki a főpolgármester és a BKK. Én ezt szóvá tettem, igyekeztem elérni a nyilvánosság előtt, hogy ezt visszavonják. Bizonyos szempontból nekem ez egy utolsó csepp volt a pohárban, mert nincs olyan, hogy egy városvezetés egyszerre azt mondja meg hogy zöld, majd kiritkítja a BKK járatait, ráadásul a legforgalmasabb lakótelepi buszjáratokat arra hivatkozva, hogy home vannak az emberek, ami nevetséges. Másrészt nincs olyan, hogy állandóan a részvételiségről papolnak, hogy be kell vonni az embereket a döntésekbe, majd azt mondja a BKK vezérigazgatója egy sajtó háttérbeszélgetésen, hogy a pulykákat sem kérdezik meg a hálaadási ünnep előtt, amikor levágják és megeszik őket, és így beszél a saját utasairól. Ez nekem egy fontos pont volt az idei év elején abban, hogy eldöntsem, hogy tényleg annak ellenére, hogy én Karácsony Gergelyre szavaztam, és, és bizalmat adtam ennek a városvezetésnek, úgy érzem, hogy, hogy nem élnek az a felhatalmazással, amit kaptak, nem abba az irányba kormányozzák a várost, és nem, főleg nem olyan lendülettel, ahogy ezt meg lehetne tenni. Emellett, ki találta ki, hogy legyen főpolgármester jelölt? Ungár Péter vagy saját maga? Nagyon sokan megkerestek már ezzel, 2019-ben is egyébként, tehát nem most merült ez fel először sőt, szerintem még 2014-ben is furamódon abban, hogy Tarlós Istvánnal ott elnehezett a viszonyunk volt egy ilyen fajta ö, szempont is, de akkor ez reálisan föl sem merülhetett nyilván. Ö, most valóban az LNP keresett meg 2023 novemberében ezzel először, hogy, ö, hogy ők nagyon szeretnék, hogyha ezt most megpróbálnám. Teljesen máshonnan jövünk. Ők az ellenzéki összefogás részei voltak 2022-ben a parlamenti választáson. Annak a kudarcát látva arra jutottak, hogy vissza kell térniük arra az egyébként korábbi elempés útra, ami a két nagy országos pártpolitikai tömbhöz képest igyekszik egy alternatívát állítani. Én pedig ugye abból a háttérből jövök, hogy az országos közlekedés politikában próbáltam vasútfejlesztések, hévfejlesztések, máv és volán rendbetétele kapcsán elérni eredményeket különböző pozíciókban az elmúlt ö, években és 2022 végére, amikor Lázár János lett a közlekedési miniszter, ugye eljutottam ez ügyben a falig, világosá vált, hogy eredmények. Ő volt e maga a fal. Hívhatjuk őt így is, igen. E a hogy ott ebben a környezetben nem lehet valós eredményeket elérni, ugye le is állított az összes fontos budapesti beruházás Lázár János azóta, és e és én is arra jutottam, hogy egész egyszerűen az elmúlt tíz év nekem arról szólt, hogy bár nagyon sok jó eredményt elértünk, én rengeteg mindenre büszke vagyok a BKK első négy évéből, a... abból, hogy a közlekedési múzeumnak az új helyszínét kőbányán megtaláltuk az északi járműjavítóban, arra, hogy elértük az új MÁV menetrend megvalósítását, hogy ütemes menetrend legyen egy csomó vonalon, és jobb szolgáltatás az ország számos részén, hogy elindítottuk ezeket a hév- és vasútfejlesztéseket. Tehát rengeteg jó dolog történt. Most felsorolt, de... ezt szokták a személyre hányni kudarcként. Hát ezek nem kudarc. A közlekedési vég. múzeum például. Mindjárt reagálok, csak hagyd mondjam ezt a gondolatot végig. Tehát én azt éreztem, hogy minden ponton abba ütközöm, hogy az a fajta pártpolitikai csatatér, amiből, ami ez a város lett, hogy a két országos pártpolitikai tömb háborúzik egymással a fejünk fölött Budapesten, és bármikor előre lehet egyet, előre lehetne egyet lépni, akkor inkább arra jutnak, hogy jobb a háborút folytatni, jobb, ha nem történik semmi, és egymásra lehet mutogatni, mert az több lájkot több szavazatot hoz, hogy, hogy arra jutottam, hogy most tényleg itt van az a pillanat, ahol, ahol érdemes ezt megpróbálni, és ilyen szempontból találkoztunk, nagyon más irányból érkezvén az lmp vel A közlekedési múzeum kapcsán én arra nagyon büszke vagyok, hogy meg tudtuk arról győzni a kormányt és Bán is, hogy a Városligeti épület tatarozása és újjáépítése helyett, és aztán ott a zöld helyén való bővítése helyett egy rosdővezetben egy meglévő, egyébként gyönyörű, szép vasúti ipari épület megmentésével jöhessen létre az új közlekedési múzeum. Amikor én főigazgató lettem, akkor már a múzeum zárva volt, addigra ez a döntés megszületett. Itt valójában azt a között lehetett választani, hogy a Liget projekt részeként valósul ez meg, vagy egy új helyszínen. Én nagyon örülök, hogy sikerült elérnünk, hogy ez kőbányára kerüljön. Szerintem egy mintaértékű beruházás lenne, hogyha megvalósulna. Azért ne felejtsük el, hogy ezen a helyszínen minden tavasztól őszig nyitva van a múzeum, idén is nyitva lesz, tehát azért akkora látogató számokat bonyolít, mint nagy országos múzeumok a tartós állandó helyszínükön, tehát rengeteg ember elmegy, megnézi, nagyon jó kiállítás volt tavaly is, nem én voltam már akkor a főigazgató a kerékpáros témában, tehát ez azért egy működő, nagy múzeumként jelen van télen nem tud nyitva lenni, mert az épület az egy fölhagyott vasúti járműjavító. Kész terveik vannak arra, ezeket még mit csináltuk meg, hogy, hogy ez egy teljes értéki múzeum már átlényegüljön ez a vasúti járműjavítócsarnok. Én nagyon remélem, hogy ez előbb-utóbb meg tud valósulni. Az én programomban benne lesz az, hogy hogy az összes bezárt múzeum újranyítását Budapesten el kell érni, nem szabad engedni, hogy ezeket vidékre vigye a kormány. Legyen szó az iparművészetiról, ami szintén évek óta zárva van. Hát most a Nemzeti um, Múzeum alá került, a, úgyhogy gyakorlatilag a függetlenségét is elveszti. Hát igen, de az, hogy a, az ország egyik leggyönyörűbb épülete Budapest kellős közepén, ott áll bezárva, és az egyik rangos nemzeti közgyűjteményünket nem lehet látogatni évek óta, de, de nem közben nem történik semmi. Ott még nyáron sincsenek kiállítások. Az tényleg teljesen zárva van, hogy? ez egy nonsens. Ugyanígy nonsens a Természettudományi Debrecenbe költöztetésének terve, amitől most szerencsére nagy nehezen elállt a kormány, és szerintem ugyanígy nonsens az, hogy a közlekedési múzeumnak, nemcsak hogy az előbb említett újjáépítése nem, nem zajlik, de Lázár János most a Maxi Dubajra hivatkozva Rákos rendezőn a múzeum raktárát, ahol a legértékesebb közlekedéstörténeti emlékek vannak, és ki akarja ebrudalni, illetve a Vasút történeti parkot, amit szinte minden budapesti nagy szeretettel látogat egy, egy, szuper hely, annak az ellehetetlenítése is elkezdődött az arab befektetők érdeke alapján, hogy azt a bekötővágányt, vágányt, amivel kibe lehet onnan a vonatokat hozni, vinni, hiszen néha karban kell őket tartani. Tehát ami egyáltalán a világgal összeköti azt a Vasút történeti parkot, a füstit, azt is el akarják bontani azért, hogy az arab befektetők oda, én nem tudom, milyen felhőkarcolókat építsenek. Van azzal a projektel sok baj, ezt most csak azért hoztam szóba, hogy. Ezt nyilván meg is beszélünk um... egy másik fejezetben. Igen. Hogy, hogy, de én azért arra, hogy a közlekedési múzeum végül nem a Liget projekt része maradt, és ezen az új helyszínen el tudott indulni, egyetem megkapta ezt az óriási telket és, és, és fölhagyott vasúti járműjavított kőbányán, hogy kivittünk egy nagy országos múzeumot a körúton kívülre egy olyan helyre, ahol a, 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 az tényleg a mentális semmi volt a budapestiek térképén, egy olyan hely, ahol az egyes es villamosról vagy a 28-as villamosról kerítéseket lehetett látni, soha senki nem tudta, hogy mi van ott benn. Miközben egy gyönyörű nagy, még réges régen a máváltal használt csarnok, amit már évekkel ezelőtt felhagytak, Szerintem pont arra van szükség, hogy ilyen helyeket, ilyen rosdavezeteket megújítsunk Budapesten. Ezek a város aranytartalékai. Na ezt mondja Lázár János is a Mini Dubajra. De majd tényleg erre térjünk vissza. Térjünk. Tarlós István, korábbi főpolgármester és az ön korábbi főnöke adott tegnap egy interjút, ugye most csütörtökön akkor a délután beszélgetünk, hogy ez egy szerdai interjú, ami elég nagy port föl. Már csak azért is, mert valójában beleavatkozik valamilyen módon a kampányba, míg akkor is, hogyha minden irányba lő, tehát azt lehet mondani, hogy nem lehet állítani, hogy, hogy valaki belé erőt. Karácsony Gergerről egy rossz mondat sem Egyébként volt. most valóban nem, de például az őt hajdanában támogató Fidesz kampányát elég minősítetetlennek tartja. Hát örül meg, amiket mondott, arról azt gondolom, hogy részletesen érdemes beszélgetni. Például nem tudom, hogy változott a készfogása az elmúlt két évtizedben, de nagyon furcsának minősítette. Milyen a ké? Adjam már kezét. Ez a kezét. Hát, Ezt ön mondja meg ezek után. Én... Egyenes és kemény. Én hát nem, most ezt... nem, 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 nem tudom, mire gondolt a volt főfogámester. Nézd, én Darlos Istvánnak ezeket a különböző személyeskedő megjegyzéseit tíz éve hallgatom a nagy nyilvánosság előtt megtette ezeket sokszor. A készfogásával is volt már baja? Volt már ilyen megjegyzése, igen. Egyébként még BKK-ban hivatalban lévő vezérigazgató voltam, amikor büszke volt arra, hogy csak így e, ilyen e, ököl összeérintéssel fog velem kezet, ez az ő döntése nem nekem teljesen mindegy. A, tehát én ezt régóta hallgatom, én ezt régóta hallgatom, mivel Akárhogy is van, egyrészt Arlos István Budapest díszpolgára, Karácsony Gergely javaslata nyomán. Hát lehet, hogy ezért nem a... szó, szó, szól szót sem rá. Lehet, lehet. Másrésztről pedig mégis e, mégiscsak én nagyon fiatalon lettem a BKK vezérigazgatója. Azt ő is elmondja ebben az interjújában, hogy, hogy az én szakmai előéletem nyomán döntött ő úgy, hogy a BKK vezetését ilyen fiatalon rám bízza. Ott sertepertélt, a... nem ő, kérte fel ön, hanem addig sertepertélt hát ez így, a környékén, nyilván, nyilván amíg aztán hip-hop. Hát a, a programnak azt a részét, ami arról szólt, hogy a békeket létre kell hozni, és a budapesti közlekedést meg kell újítani, azt én írtam meg, erre büszke is vagyok, és ezt meg is csináltuk, teljesítettük annak minden mondatát és minden szavát, ami abban benne volt, és az első ciklusban a békeket létrehozására vonatkozóan, és a legjobb európai gyakorlatokat igyekeztünk meghonosítani Budapesten. Hát, aki vissza tud emlékezni, a teljes utas tájékoztatást rendbe tettük. Hirtelen lettek normális térképek. Hirtelen ki volt írva a kijelzőkön, hogy a busz merre megy és mi a száma. Nem oda vágott táblák össze-vissza vannak a tájékoztatásban. Hirtelen egységesen néz ki a járműflotta, normális az utas tájékoztatás, vannak kijelzők a megállapodás. Vigyázzon, hogy miket mi mert Arrós István szerint olyan dolgokat is magának tud be, ez kevés köze volt. Én nem magamnak tudom be, hanem annak a szervezetnek, amit irányítottam. A BKK hozta ezeket létre, akár a futárt, akár a fonódó villamos, akár az egyes vagy a hármas villamos felújítását, vagy akár a több száz busz cseréjét. De, de vitatkozunk ilyen szempontból, mert nyilván Tarlos István volt a főpolgármester. Olyan érdeme a BKK-nak nincs, ami ne lenne az ő érdeme is, és ne lenne az ő felelőssége is. Tehát ezt szétválasztani nem lehet, és én soha nem is tettem erre kísérletet. De csak oda akartam hogy éppen azért, mert nagyon fiatalon lehetőséget kaptam arra, hogy hogy bizonyítsak, és a budapesti közlekedésben tényleg érdemi változásokat érjünk el, amikre mind a mai napig büszke is vagyok, és amit mind a mai napig az utasok látnak, használnak, ismernek. Ezért én nem szeretnék ilyen személyeskedő oda-vissza mondásokba belekeveredni hát a egy dologban azt gondolom, hogy érde két dologban mindenképp érdemes. Az egyik az, az a történet, amit felidézett tegnap ebben a beszélgetésben, hogy ön meg akart szabadulni öntől, azt hiszem így fogalmazott, de nem tudott, mert az édesanyja szólt a Fidesz frakciónak, és így aztán maradnia kellett. Ez hogy volt? Ez a történet, én ezt tegnap hallottam először, legjobb tudomásom szerint ilyen nem volt. Édesanyámmal soha, ugye elhúnyt több évvel ezelőtt, soha ilyen fővárosi ügyekben nem kértem, hogy járjon el, és ismerem elég jól a édesanyám, hogy nem is tett volna ilyet. Ön meglett együtt, amikor ezt hallotta? Hát meg, Most... de ez már a ez nem az első dolog volt, amivel meglepődtem ezen az interjún. Hát, oly, oly hogy Talos István nyilván egy, egy idős ember, és, és kilenc évig vezette ezt a várost, minden tiszteletet megérdemel, de hát olyan, hogy mondjam, tévedések voltak abban, amit ő elmondott. Egy példát, hogy mondjak, hát azt állította, hogy Hernádi volt a MOL vezetője találta ki a Bubit. Hát ez egy teljes képtelenség. A Bubi vissza lehet nézni két évvel előbb dönt róla a közgyűlés, mint hogy a MOL szponzor lett, és én emlékszem, hogy még ki is nevettek egy picit a városvezető értekezleten, amikor azt mondtam, hogy, hogy Londonban az ottani városháza és a TFL, a Transport for London, a BKK-nak a londoni szervezetet, azt nagyjából onnan hoztuk át a BKK modelljét. Ők a helyi közbringát úgy csinálták meg, hogy az egyik nagy brit bankot meggyőzték, hogy legyen névadó szponzor, és a veszteséget így potolták ki. És én azt javasoltam, hogy kezdjünk egy ilyen munkát szó szerint kinevettek a városházán, hogy miért adna egy magáncég egy közszolgáltatásra a szponzorációs pénzt, de Magyarországon soha nem volt példa. Végigjártam az összes nagy bankot, gyors az összes olyan nagy márkát, akik Magyarországon szponzorálni szoktak, és látjuk őket szponzorként jelen, most nem fogok itt reklámot csinálni senkinek. így jutottam el valóban én Zsolthoz. És eljutottunk odáig, hogy a MOL bevállalta, nyilván egy olajcég szereti, hogyha azért az image nem csak a kőolajról szól, hogy bevállalják a közbringa veszteségeinek megtérítését. Azóta is, mind a mai napig a MOL, ugye ők nem üzemeltetik ezt a rendszert, ők csak névadó szponzorok, a MOL állja a Bubinak a veszteségét ma is. Szerintem mennyi egyébként, ez, ez, sok pénz, amit a molnak ebbe bele kell tennie? Sok pénz, én nem akarnék most olyan számot mondani, ami esetleg a mol üzleti titka, de, de ez egy nagyon jelentős, nagyon jelentős összeg. Az biztos, hogy a bubi teljes élettartam alatt ez már egy jóval milliárd fölötti összeg, amit ebbe a mol beletesz. És egyébként azt mondta nekem a mol kommunikációs igazgatója egyszer, hogy az egyik legjobb építő eszköz volt ez nekik. Ezt ők se gondolták akkor, ők is kétkedve fogadták ezt a javaslatomat, hogy legyen lévadó szponzor egy közszolgáltatásnak a mol. És ez bevált. Na, csak azért mondtam el illusztrációként, mert egy egyrészt arra is jó illusztráció, hogy nem mindig azt kell nézni, hogy a fővárosnak mennyi pénze van, hanem be lehet vonni kreatív eszközökkel, igenis plusz forrásokat egy főváros működésébe. Én ezt sok témában elmondom most főpolgármester jelöltként, akár ingatlanfejlesztés, lakhatás területén, vagy közlekedés területén is. De másrészt arra is példa, hogy olyan nagyon könnyen cáfolható ténybeli tévedések voltak Tarlós István tegnapi interjújában, ami miatt én ezt, hogy most az én édesanyám, aki nem is, nincs is köztünk hogy kivel beszélt, kivel nem beszélt, én ezt egy kicsit ízetlennek is tartom, és nem bonyolulnék ebbe bele. De annyiból maradunk kellene egy mondat erejé, még itt, vagy több mondat erejék, hogy ugye ezt pontosan annak ágyaz meg, amivel egyébként is vádolják is önvel. Egyébként hát ezért is próbálják hát besározni, vagy felemelni, ez nézőpont kérdése, attól függően, hogy valaki kormánypárti, vagy ellenzéki szavazó. Ugye azt a narratívát erősíti ezzel, hogy ön valójában a Fidesz jelöltje, akkor is a Fidesz tartotta pozícióban, így vissza lehet gondolni abba is, hogy hát a Fidesz által nevezték -e előső pozíciójába is, hát hiszen a Köszönjük. Köszönjük. hogy merne szembe menni a, a kormányjal egy ilyen akarattal. Szóval azért ez a mondat, ez nyilván egy mélyütés egy ilyen kampányban hogyha azt akarja De hogy is is, hiszen a választók szügyetlen. pontosan, a választók pontosan látják, hogy mi történik szerintem. Egyrészt Tarlós István ezt már elkezdte ugye két hónappal ezelőtt, akkor még azt vizionálta, hogy nem is lesz a Fidesznek jelöltje, ugye? Teljes magabiztossággal erről beszélt a hírtévébe, hogy majd mögén bálnak, nem lett így. Ebben, amit most mond, sincsen igaza. És hát nyilván azért mondja, mert ezt el is mondja ebben az interjúban, ő minden sejtével és porcikájával Szent király Alexandrának drukkol. Ugye, de e, akkor nem azt kéne e, mondani, hogy ön olyan, mint Szent Király Alexandra abból a szempontból, hogy egyik fideses vagy másik fideses, hát mindegy, akkor lehet szavazni bármelyikükre, pont azt de nem elmondani, de, hogy na ugye, hát egy LNP-sre akarnak de szavazni. De ezt nem mondott ilyet Tarlós István, sőt, ő épp azt mondta, hogy nem fog Szentkirály Alexandra szerintem visszalépni, szerintem sem fog visszalépni. Nyilván értem azt, hogy Karácsony Gergely minden, jelöltet, aki kihívója, és minden témát a Fidesz nem Fidesz tengelyre próbál berakni, mert azt gondolja, hogy így van Budapesten többsége, hogyha ha a konkrét szakmai teljesítményéről, egyes beruházásokról, vagy éppen ahogy a hármas metró orosz kocsi felújításának az ügyét kezelte, ami szintén egy fontos témája volt ennek az interjúnak tegnap, akkor már nem ilyen egyértelmű a helyzet. A Karácsony Gergely részéről ezt egy Értem ezt a stratégiát. Hát valakiben Szent ugye ugyanezt csinálja a másik oldalról, tehát minden mondata azzal kezdődik, hogy gyurcsány. Hát én azzal azzal az ajánlattal indultam el ezen a főpolgármester választáson, hogy pont ezt a háborút szeretném meghaladni, ami Budapesten a két országos pártpolitikai tömb között zajlik. Karácsony Gergely, ha bárki az ő úgynevezett Budapest köztársaságában elmegy indulni a választáson, az betolakadónak nevezi. Szent Alexandra tegnap, nem tudom, Mimájernek, vagy minek hívott, már nem is tudom ezt megjegyezni. A lényeg az az, hogy. Két az, Karácsony az, együtt? Nyilvánvalóan az van, hogy mind a két nagy pártpolitikai tömb próbálja uh, a szokásos Orbán Gyurcsány uh, felállásban, amit a magyar közélet most már nem tudom húsz éve ismer, uh, próbálja behelyezni ezt a versenyt, és ebben én útban vagyok. Vagy nem, nem, a én nem, közép, nem illeszkedem a bele. Azért viszont azt szokták mondani, hogy ez a senki földje. Ugye amikor Márkizai Péter megjelent, ő is azt gondolta, hogy senki földjén középen majd el lesz, és elhozza a szavazatokat minden is, meg onnan én... is. Én nem, középen, nem én nem középen szeretnék lenni, én Budapest párti szeretnék lenni. Én azt próbálom képviselni, és azt fogom képviselni ebben a kampányban, hogy Budapest az nem egy országos politikai terep. A városháza nem a parlament. Nem kell Budapest minden szakmai ügyét országos pártpolitikai ügyét tenni. Nem kell a fővárosi közgyűlésben a közvetlen köztársasági elnök választásról szavazni, mint ezt legutóbb megtették hanem igenis meg kell tenni mindent azért, hogy a közlekedésben, a lakhatásban, a parkok fejlesztésében előre tudjunk lépni. Persze vannak olyan ügyek, ahol a kormánya lehez konfrontálódnia kell egy városvezetésnek, és ha megválasztanak a Budapesti főpolgármesternek, ezt én is meg fogom tenni. Hogy nem lesz országos ügyé az, amikor az ország vezetése láthatóan bünteti különféle módokon, adóelvonásokkal, vagy éppen sarcokkal azt a városvezetést, azt a várost, amelyik nem rászavazott ez innentől kezdve országos politika, mert felemelik arra a szintre. Ezzel hogy megy Ha ugye az önkormányzatokat érintő adó átalakítások minden önkormányzatot uh, érintettek ebben az országban, Szegedet ugyanannyira, mint Budapestet, ettől még nem értek velük egyet, csak érdemes megnézni, hogy milyen eltérő stratégiák vannak. A, mondjuk Szegeden Botka László, már őt említettem példaként, egy olyan fajta városvezetői uh, szerepfelfogást val magáénak, és én is ezt, uh, ezt vallanám magamnénak, amelyben akkor, amikor a város érdekében konfrontálódni kell a kormányra, ezt megteszi, de egyébként, amikor meg van bármilyen tér az együttműködésre, amikor el lehet érni, hogy oda költözön az egyetemre egy lézer központ, vagy el lehet azt érni, hogy egy nagy befektetés oda menjen és munkahelyeket teremtsen, vagy is fejlesztések történjenek, akkor pedig együtt tud működni. A mai budapesti városvezetés nem ezt csinálja, hanem minden egyes ügyből országos pártpolitikai ügyet próbál kreálni, és amikor előre lehetne lépni, akkor is inkább azt keresi, hogy hogy tud 500 lájkot összegyűjteni még a Facebookon. Pedig Karácsonyi Gergely úgy kezdte, azzal, emlékszik? Hogy minden a megegyezésre törekszik. Ugye volt is egyeztetések hosszú sora, Gulyás Gergelyel nagyon sokáig, Füliás Balázsral nagyon sokáig, hát ez mikor ki volt a kijelölt személy, és mindig volt. És ez akkor szűnt meg, és akkor, hát ott is voltam ilyen jelen, ez akkor szűnt meg, és akkor fagyott be teljesen a, a, viszony, és a beszélő viszony is megszűnt, amikor Karácsony Gergely úgy döntött, nem az ellenzéki választók emlékében ez a, élénken él ez a helyzet, hogy elindul miniszterelnök jelöltnek, aztán ugye az ominózus előbben által említett hódmezővásárhelyi villamos elütötte, emlékszünk erre a történetre, de hát azóta valójában ő egy ilyen permanens ellenzéki miniszterelnök jelölti kampányt folytat a Városházáról, és ennek valóban az az eredménye, hogy minden budapesti ügy, amiben egyébként előre lehetne lépni, abban sem sikerül. Én mondok egy példát, a rosdövezetek helyén szerintem például szolgálati lakásokat kellene építeni, azokban a hiány szakmákban dolgozóknak, mint az ápolók, a tanárok, a rendőrök, de akár persze a fővárosban a BKK dolgozók, és el kéne azt érnünk, hogy ezekben a szakmákban ahol ahol ma Budapesten lassan bécsi lakbéreket kell fizetni pécsi fizetésekből ott meg tudjuk tartani a munkaerőt, és, a hiány szakmákban tudjuk ezeket a hiányokat pótolni. Amikor és ön, bemegy egy, ezt. amikor ön bemegy egy kórházba, azt látja, hogy az ápolók fele hiányzik fontos osztályokon, vagy azt hallja, hogy gimnáziumokban nincs, nem tudom, fizika vagy biológia tanár, az szorosan összefügg a budapesti megélhetés költségeivel, hogy nincs utánpótlás ezekben a szakmákban Budapesten. Na és itt mondom példának, tehát ha ezeket a rosdővezeteket, amik mondjuk Józsefvárosi pályaudvar ott rohad, kormányé, de nem csinál vele semmit. Ott nincs arab befektető, ott senki nincs. Az egész egy ilyen magára hagyott, ebek 30 adján kallódó terület. Ha ezt odaadnák a fővárosnak, a főváros pozsonyi, varsói, prágai példákat, meg persze bécsi példákat jól ismerek, be tudna vonni úgy ingatlanfejlesztőket, hogy ott fölépüljenek azok a bérlakások, amik segítenének a budapesti lakhatási válság enyhítésébe új zöld városrészként, és ezáltal Pont a kormányzat számára is egyébként kritikus, hiszen az egészségügy, az oktatás kormányzati fenntartású, vagy a rendőrség, a legkritikusabb területeken lehetne enyhíteni a létszámhételt. Miért adja oda az állam ezeket a területeket? Hát amikor inkább elvenni próbált az elmúlt években Mert neki is érdekel, hogy legyen tanár az iskolába és ápoló a kórházba, vagy legalábbis ezt remélem. Én azért azt gondolom, hogy lennének ilyen ügyek, ahol lehet együttműködést találni, hogyha nem kizárólagosan egy permanens miniszterelőtörölti kampány otthona a városháza. gondolom, benne itt van ez a diákváros történet. Abban végül is megállapodás született a kormány és a főváros, meg a kerület között, hogy a diákvárost meg kell valósítani. Tehát Aztán a... jött a Fudan Egyetem története, most se Fudan, nem baj, se diákváros, az meg baj. Szerintem az emlékek itt megszépültek egy picit, picit, én nem így emlékszem. Én úgy emlékszem, hogy a diákváros kapcsán ott ugye mi dolgoztunk ezen a projekten, folyamatosan kritizálta ezt a főváros ezzel, azzal, azzal. Aztán amikor jött a, a, a kínai lobby és a Fudan egyetem napi rendre került, akkor hirtelen maguknak érezték a tervet, és felháborodtak, hogy ez nem valósul meg. Én akkor nagyon egyetértettem velük, mert a Diákváros szerintem egy jó terv volt, világszínvonalú terv volt. Aztán amint ez az ügy meghalt, mert a kínaiakat már nem érdekelte, vagy a kormány lemondott erről, azóta nem hallunk el az egészről. Pedig az a probléma, amire a Diákváros választ akart adni, hogy nincs elég kollégiumi férőhely Budapesten, ami aztán lakhatási válságot okoz, mert a hiányzó kollégiumi férőhelyek helyett a diákok uh, albérletbe? megosztottan albérletben laknak, Olyan. és aztán mások, tehát az, ugye nyilván ez kereslet kínálatra hatással van, akkor uh, uh, ugye azóta erről az egész problémáról nem hallunk, sőt, a főváros legnagyobb kollégium épületét Kelenföldön. Most árusítja a főváros. Én azt azért kritizálom, és azért kértem arra Karácsony Gergelyt, hogy ne adja el azt a telket, csak oda arra az egy telekre, a kelenföldi pályaudvar mellé. Ott van 75 ezer négyzetmétert lehetne odaépíteni hasznos területként. Ez több mint ezer lakás ha ott a főváros a saját telkén, ott nem is kell a kormány, a saját telkén azt mondaná, hogy ide bevon ingatlan fejlesztőket, és akkor itt nem hotel épül, nem bevásárlóközpont épül, hanem megfizethető lakások, bérlakások és kollégiumi főhelyek épülnek, akkor ezeken a válságokon lehetne enyhíteni. De erről nem lehet olyan Facebook postot írni, ami ami a kormány kritizálja és szerezni ezer lájkot. Ez a kormány nagyon sok ponton nehezítette a főpolgármester és a főváros dolgát, és beszűkítette a mozgásterét. Mire nem gondol? azt mondom, hát forrás elvonásokra, projektek leállítására. Én nem azt mondom, hogy Karácsony Gergelynek nagyon sokszor ebben nincs igaza. Én csak azt mondom, hogy a megmaradt mozgásterében viszont nem tesz meg semmit, hanem kizárólag ebbe az ilyen állandó áldozat szereben tetszeleg. Azért azt nem mondjuk, hogy a kormány akadályozta, azt megmondjuk, hogy a városháza udvara ne egy murvás parkoló legyen, ahol a szoci képviselők skodái továbbra is sorba, miközben az volt az egyik vezérigérete a főpolgármesteri kampányának, hogy ott egy gyönyörű új park lesz. Hát azért ezt már csak nem Orbán Viktor akadályozta meg, hogy ott ne egy murvás parkoló legyen. Tehát hogy én, én azt állítom, hogy még ezen mai szűkre szabott fővárosi keretek között is egy főpolgármester sokkal többet tudna tenni azért a városért, és sokkal többre tudna jutni. Az én ajánlatom ez. És egyébként pedig azt gondolom, és itt még hadd utaljak vissza egy picit Tarlós István tegnapi interjújája, hogy, hogy nagyon sok olyan ügy van, amiben pedig pedig az a munka nem lett elvégezve, vagy tisztán lássunk itt az elmúlt tíz év ügyeit illetően. Az egyik ilyen kérdés szerintem a parkolási maffia ügye, amit ugye Karácsony Gergely ismer a legjobban, hiszen azt mondta, hogy zuglóban elásnák, hogyha visszamenne oda emiatt. Erről azt mondta, um, két nap ezelőtt interjúban, hogy az a probléma az ott meg is oldódott de akkor, mi, amikor de ott de volt. Mi oldódott? Hát itt, a parkolási mafia jelenléte zugló életében. Nem fejtette így ki, hát meg nem kérdezte igen. vissza rá. Én nem látom, hogy ez megoldódott volna. Azt látom, hogy ugyanúgy marha drágán működtetik az automatákat különböző magáncégek. Minden kerületben önálló szerződéssel megy a kártyázás. Én a, a de abba, lát most ebben én, mafia-szerű működést? mert korábban ez megragadható volt. Ugye még itt én, én azt látom, ez, hogy, hogy lényegesen több folyik ki a parkolási bevételekből, az úgynevezett üzemeltetésére az automatáknak, mint amennyiben az valójában kerülne. Én azt fogom a programomban szerepeltetni, és mindent el fogok ezért követni, hogy központosítsuk a parkolást, ne a kerületek, hanem a főváros végezhesse ezt, a BKK-ra bízzuk rá, is, hogy a BKK képes arra, hogy nagy rendszereket működtessen korrupciógyanú nélkül, mondjuk a forgalomirányítási rendszert, ami semmivel nem kevésbé komplex, mint a, mint a parkolás, utastájékoztatást, ugyanígy a békeke maga üzemeltesse ezt. De hogy egy másik témát mondjak, a hármas metró orosz kocsi felújítás. Ugye, a Tarlós István tegnap ez a legkülönbözőbb képtelen fogalmazta meg ebben az Ezt úgy is kérdezni akartam, hogy most valójában orosz kém? <laughs> hát ugye a, Ugye ez a történet 2012 körül kezdődött el. Amikor, amikor elindult egy jól látható lobby, hát még az orosz elnök Vladimir Putyin is megszólalt ebben az ügyben akkor, hogy ő segíteni szeretne a budapesti metró felújításokban. Ezt maga mondta el nyilvánosan. Elindult egy lobby, hogy, hogy, hogy az oroszok végezzék ezt a metrokocsi felújítást. Én ezzel minden létező ponton ellentétes véleményt fogalmaztam meg azért, mert az oroszok felújítani akarták ezeket a metrokocsikat, ami körülbelül olyan, mint egy 30 éves kockaladát elkezdünk berhelni. Prima szovjet gépkocsi, ugye? De hát abból nem lesz soha egy, egy korszerű jármű ahhoz képest, mintha vennénk egy korszerű, bármilyen, most nem fog ilyen márkákat mondani, de bármilyen aktuálisan a piacon elérhető autót, amiben van légkondi, ugye, és ami eleve egy korszerű jármű. Tehát, ahogy az autóknál állunk neki 30 éves autókat berhelni és felújítani, mert abból nem lesz az, mint egy mai korszerű autó, ez a metroknál is pontosan így van. Mindenki a szakmában tudta, hogy nem szabadna felújítás helyett vagy bocsát, új metrok helyett felújítottat venni. Mennyivel volt ez, ez, egy gyorsabb, mintha öm... mint ha újat vettünk volna? Nem sokkal, nem sokkal. Mert ugye a hogy volt számokat... mindig a hivatkozási alap, hogy mennyivel olcsóbb lehet ez így. Hát amilyen hivatkozási alapok voltak, hogy mennyivel olcsóbb lesz, hogy kétszeres, háromszoros különbség van, ennek közelében nem vagyunk. Vannak olyan, ha Bukarest vett például a metrókat nagyjából egyidejűleg, azok gyakorlatilag ugyanannyiba kerültek, mint amennyibe ezek a felújítottak. Na de hogy, csak hogy végigmenjünk itt a kronológián. Tehát ugye 2013-ban ez a dolog elindul, elég sok sajtócikk megírta azokban az években, hogy az én álláspontom ebben mi volt. 2014-ben decemberiben a fővárosi közgyűlés Tarlós István javaslatára engem eltávolított a BKK éléről. Erre most másképp emlékszik a főpolgármester, de pont az Index és a direct 36 közös cikkében nyilatkozta azt 7 év, vagy 8 évvel ezelőtt, hogy, hogy külső nyomásra távolított el engem a BKK éléről. Most ez teljesen máshogy emlékszik, akkor ezt a név, névvel nyilatkozta. Vissza, Öntüljön lehet egy ki gyakorlatilag nyomást? azt gondolom, hogy ebben az orosz metróügyben kaphatott vagy kormányzati, vagy orosz nyomást. Itt ugye egy ügy volt, amit meg is írt a sajtó, tehát nem, nem, ez nem újdonság, amit most elmondok, hogy az orosz követség, az orosz állam próbált ez ügyben egy ilyen, egy lejárató akciót folytatni, ahol mindenféle módokon próbáltak, próbáltak behálózni a békákát, és elérni azt, hogy részben engem levegyenek a BKK éléről, részben, részben elérjék azt, hogy mindenki, aki azt állítja, hogy új metró kell és nem felújított, az kikerüljön a képből. Ezt el is érték, felújított metró lett az új helyet, és én nem voltam tovább a BKK vezetője, és 2014-től aztán elindult ennek a tendereztetése. Abba igaza van is vannak, hogy amikor a közbeszerzést lezárták, Mindenki mást kizártak a tenderből, aki nem az oroszok voltak. Még azt is, aki olcsóbb ajánlatot adott, azt is kizárták. Arra én nem láttam rá. Na de én azt gondolom, hogy Tarlus Istvánnak ebben az ügyben van e elszámolnia valója azzal, hogy, hogy hogy zajlott ez a tender, hogy hogy lehetett az, hogy, hogy az oroszok ezt megnyerték úgy, hogy ő már előre, hónapokkal, évekkel korábban elmondta, hogy ezt a gyártónak kellene felújítania, ja, vannak ilyen nyilatkozatai. A kormánynak nyilván el kell a számolnia, hogy mégis milyen orosz befolyás és együttműködés zajlott itt. Ugye azért ez egy hadiparban is érdekelt cég, aki a metro felújítást végezte. Tehát azért ennek a mostani háború, utáni tudatunkból visszanézve nem kis jelentősége van, hogy miért kellett együttműködni egy ilyen céggel. És harmadrészt szerintem Karácsony Gergelynek is el kéne mondania, -e, hogy, hogy miért nem történt semmilyen érdemi vizsgálat ebben az ügyben. Én most előkerítettem, nem kellett nagyon rákerestem, emlékeztem erre az interjúra, a tavalyi, vagy tavalyi, 2019-es főpolgármester választás előtti utolsó nagy interjúját itt az Indexen adta Karácsony Gergely. Abban azt mondja a jelenlegi főpolgármester, hogy nem hiszem, hogy Tarlós bármikor is egy szem adófizetői pénzt elrakott volna, ebben egyetértek vele, sőt szerintem Karácsony Gergely sem rakott el, tehát nem azt állítom, hogy bármelyikük ebben anyagilag érdekelt. De látni kell, hogy a hármas metró kocsiainak felújítása az utóbbi évek legsúlyosabb korrupciós botránya, és idézem főpolgármester urat, Karácsony Gergelyt, ezért tucatnyi embernek kéne börtönbe mennie. Na most nézzük meg, hogy mi történt. Ha megnézzük a szerződést, Elhoztam, mert tudtam, hogy a Tarlós István interjú után ez a téma Na, szóba, fog, róla, szóba fog kerülni. Itt van nálam az eredeti szerződés, ezt a BKV kötötte a metrovagomas nevű orosz céggel, Andreev Andrei Anatoljevics az aláírója az orosz cég részéről, a másik oldalról pedig az aláírója, Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója. És én nem akarom Bolla urat bántani, mert nyilván nagyon régóta vezeti a BKV-t, de hát azért mégiscsak az a tény, hogy ma is ő a BKV vezérigazgatója. Aki az orosz metrokocsi felújítást aláírta, ma is ő vezeti a Volt neki döntési lehetősége? Hát Ő folytatta a közbeszerzést. Azt mondhatta volna, hogy nem írom alá. Persze, azt mindig mondhatja az ember, de dönthetett volna másképp, hogy ne az oroszok, hanem valaki más? Hát volt egy közbeszerzés, ahol voltak más ajánlattevők, akiket kizártak. De... Ő, az ajánlat... ő volt az ajánlatkérő képviselője, de én csak azt állítom, Azt Szerkesztő... próbálom kérdezni, mert mondott az elő valami nagyon fontos dolgot, és ezen szépen túlmentünk is. Pillanatra menjünk is vissza. Az orosz nagykövetség nyomást gyakorolt. Tarlós Istvánra. Hogyan? Megírta ezt a, egy hosszas cikkben a sajtó. Akkoriban az orosz ö, ö, kereskedelmi külképviselő, vagy nem is tudom pontosan kicsoda, ö, de az orosz nagykövetségnek egy egy reprezentánsa ö, egy lobby beszélgetésre jött el a BKK-ba, ahol én is ott voltam. Ahol ők elmondták, hogy ezt az orosz metrofelújítást mindenképpen meg kell csinálni. Nyilván ők egyébként maguk szempontjából legitim módon lobbiztak a saját piacukért. Én elmondtam, hogy a BKK álláspontja ebben az, hogy új metróvonatokra lenne szükség. Ezt a beszélgetést ezzel lezártuk, elköszöntünk udvariasan egymástól, semmi semmilyen rossz hangvételre nem volt ennek a beszélgetésnek. Majd utána azt hallottam mind a főpolgármestertől, mind a kormányzat felől, hogy én valami egészen megengedhetetlen stílusban viselkedtem az orosz nagykövetség képviselőivel. A történetnek a helyszíne is megváltozott, hirtelen azt kezdték el terjeszteni, hogy az orosz nagykövetség épületében történt, azon is soha életemben nem jártam. Tehát elindult egy ilyen tipikus lejárató akciója, a, hát én nem is tudom pontosan kinek, de valakinek, aki az orosz követséghez kötődik. És elindult egy olyan folyamat, ahol, ahol nekem folyamatosan azért kellett magyarázkodnom, hogy én miért miért az új metrókat képviseltem, az új metró beszerzését képviseltem az oroszokkal szemben, és azért ez egy olyan körítésben volt, ami nem volt valós. Ezt a sajtó nagyon alaposan föltárta a Direkt 36 ezt a kérdést, és körüljárta, akit ez érdekel, utána tud olvasni. De... Igen, csak most lejutottunk Bolla Tiborig, és azért ez egy nagyon nagy ugrás, egy nagy év. Mert hogy ha azt nézzük, hogy itt Elhangzik szájából az imént, hogy a ukrán háború azzal a tanulsággal is jár, hogy akik a metrót felújították, azok fegyvert szállítanak a frontra. Hát, egész Országon. pontosan a, a buknak az, 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 e, az. Igen, jó, saját Számtalan dolog van, amit érd, amin érdemes lenne elgondolkozni. Szerintem a, a sor végén, miközben én életemben nem találkoztam, azt hiszem, hogy talán egy interjúban Bolati Tiborral tett nekem, se kutyám, se macskám, de ő van a sor végén. Itt Ez van egy kormányzati akarat, és van egy főpolgármesteri akarat. Te De erről beszéltem az Önnel is. szemben is. De ez előbb, elő ezeket soroltam fel. Én csak azt állítom, hogy, hogy, ebben az ügyben, és most mégiscsak egy főpolgármesteri választási kampányban vagyunk, ebben az ügyben szerintem Karácsony Gergelynek is tisztába kéne tennie, hogy miközben pár nappal a megválasztás előtt még azt mondja, hogy mindenkinek börtönbe kell mennie, közben most úgy ülünk itt öt évvel később, hogy az összes olyan szereplő, aki részt vett ennek a metrofelújításnak a lebonyolításában, a hivatalban van, ott ül, sőt fizetésemelést is kapott. Megígérte, ugye, hogy légkondicionálják őket, abból se lett semmi. Ugye a hőmérővel járta a főpolgármester, Igen. meg a pártja fürdőruhában a metrót. Tehát ugye az volt az állítás, hogy légkondi és börtön, ehelyett nincs légkondi, és mindenki a helyén van. Légkondit is lehet ezekbe építeni? Mert volt ilyen mondás, hogy ez itt inkább, ez kifogás, lenne. inkább zajlott. Az biztos, hogy a főpolgármester leszek, ennek újra neki fogunk állni. Én egyébként végig ebben az egész folyamatban azt képviseltem, hogy ha ha nincs is új, akkor legalább légkondit tegyünk bele, mert azt a hibát újra elkövetni. Ez volt egyik legnagyobb konfliktusom a BKV-vel egyébként. Azt a hibát újra elkövetni, hogy amit a kombinónál megcsinált a Demszki, az abba botondik megcsináltak a Volvo buszokkal, ez már olyan rég volt, nem is biztos mindenki emlékszik rá. Hogy légkondi nélkül rendeltek buszokat és villamosokat, és mind a kettőt vissza kellett küldeni a gyárba, hogy utólag beszerejék a légkondit. Ugye a kombinó kapcsán én egy fő megszólalója voltam, hogy az tarthatatlan, ahogy azt csinálták. Mindegyikbe utólag bekerült a légkondi, most ezt újra megcsinálni a metróknál, szerintem ez egy hibás dolog volt. Kinek és volt aztán, az érdeke, hogy ez így legyen? Ez a és az mondani, hogy az Volt egy vizsgálóbizottság vizsgáló a fővárosban, ami egy egészen elképesztő megállapításokat tett, idézem, ez a végső bizottság megállapítása a felelősség tekintetében. Amennyiben a metrókocsik felújítását hibás döntésnek minősítjük, akkor egy hibáért a főpolgármester és a BKV vezetése is felelős és fontos kiemelni, hogy a felújításról szóló döntés csak a mai ismereténk fényében lehet e, hibásnak minősíteni, utólag visszanézve, és a lezárult jogorvoslati eljárásokra figyelemmel a közbeszerzés jogszerűségét a vizsgálóbizottság nem is vizsgálta. Tehát miközben az volt az ígéret, te a főprogrammesternek, Karácsony Gergelynek, hogy ezt az ugye teljes körülön kivizsgálják, valójában a szönyeg alá lett söpörve, egy alibi vizsgálóbizottsági jelentés készült. Ő és viszont ott volt akkor, ez a történet zajlott. Mi a benyomás, ezt ki akarta, hogy így legyen? Mert Igen. az orosz nagykövetség szeretné, mert ez a feladat a Moszkvából, ez tök legíti. ezt szerintem teljesen egyetemű, az oroszok szerették volna ezt. Hát ez kevés. És de persze, és valamilyen nemzetközi megállapodás uh, keretében a magyar kormány ebben, uh, ebben partner lett. Uh, és aztán ugye a kormány hozott is arról határozatot, hogy felújítás legyen, -e új beszerzés, ez egy nyilvános kormányhatározat. Tehát beleterelték ebbe a fővárost, a főváros pedig Tarlós Istvánék nem kiálltak ezzel nem azt képviselték, hogy hát azért ez így még sincs rendben, nem lesz ennek jó vége műszaki szempontból nem lesz ennek jó vége, hanem ebbe az utcába a főváros belement, és utána pedig, ekkor már szerencsére nem voltam ott, a közbeszerzési eljárást is úgy menedzselték, hogy hogy aztán abban az oroszok én csak, így összesen. Én csak kérdezek, tehát nem akadékoskodni akarok érdekel. Ez a dolga Hogyha ha a kormány köt egy megállapodást, ha nyilvános, ha nem, az oroszokkal, az nyilván az orosz állammal történik, akkor persze lehet, hogy közbeszerzést kell kiírni, de ebben lett volna mozgástere mondjuk a BKK-nak, a BKV-nak, a főpolgármesternek, bárkinek, hogy más döntés szülessen, mint amit két kormány, kormányközi megállapodásban elhatároz? Hát jogszabály vagy egyéb kényszerítő eszköz a főváros nem kényszerítette erre. Ezt, Tehát a főváros... Ezt én értem. Én szerintem egy főpolgármesternek kell legyen annyi önállósága, egy, a főváros érdekeit kell tudni olyan módon képviselni, hogy annak ne az legyen a vége, hogy egy ilyen ügyben csak az történhet, amit a kormány kitalál. Ezzel most azt igen. is mondja, hogy ha lesz ez a mini Dubaj történet, ez ugye a kormányközi megállapodáson alapul most, ezt most már pontosan lehet tudni, alá is írták, akkor ön főpolgármesterként ezt meg tudja akadályozni, vagy meg tudja akadályozni azt, hogy olyan épületek szülessenek, amiket. Én azt állítom, hogy ilyen ügyekben igenis a főpolgármesternek a fővárosi érdekeit képviselni kell, az és meg kell fogalmazni. Ez egy másik dolog. De a kettő dolog annyiban más, hogy az egyik helyen ugye az állam a saját területén építkezik, amivel kapcsolatban Szerintem meg kell fogalmazni nagyon súlyos kritikát, és én meg is fogalmaztam többször már, hogy ez a Maxi Dubai, Mini Dubai hívjuk, hogy akarjuk, ez nincsen rendben. De sem urbanisztikai szempontból sem, ahogy ezt az egészet intézik, ez nincsen rendben. De, de azért ott a kormány a saját telkén építkezik, persze az építési szabályokat fölülírva. Itt arról beszélünk a metró esetében, hogy a BKV a saját metró beszerzését hogyan intézi, egy 100%-ban fővárosi tulajdonú cég. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a főpolgármesternek, ha lesz főpolgármester jelölti vita, akkor én Karácsony Gergelynek is fel fogom tenni azt a kérdést, hogy mégis mi történt az ígéretekkel. Hogy nincs klíma, és amikért börtönnel fenyegetett, hogy lehet, hogy mind a mai napig ö, ö, ott vannak. Lehet, hogy az a válasz, hogy akkor ez szabályos volt szerinted, akkor mondjuk ki. Tehát én, én azt is el, el tudom fogadni, hogyha a Karácsony Gergely arra jutott, hogy minden rendben volt ezzel a metro felújítással ezért járt el így, csak akkor ezt mondja ki, hogy szerintem mégiscsak rendben volt az orosz metró felújítás, és, és, nem volt alapos a kritikája. Szerintem nem volt rendben. Szerintem klimatizálni kell ezeket a kocsikat. Most, miten voltak műszaki kifogások, amik elhangzottak, és én nem néztem meg a szerkezeti szilárdságát ezeknek a járműveknek, nyilván azt tudom mondani, hogy minden műszakilag reálisat el fogok követni főpolgármesterként, hogy klimatizáljuk ezeket a kocsikat. És azt ígérem, hogy ha addig ez nem történik meg, akár ennek az interjúnak a hatására, a közbeszerzés összes dokumentumát nyilvánosságra fogom hozni. Ez nem történt meg mind a mai napig. Az a vizsgálóbizottság, amit itt Alibiből felállítottak, ez a közbeszerzési eljárással, ahol ennek az ügynek a veleje van, vagy hát a közepe, ezzel nem is foglalkozott. És nekem ez. Én azt érzik hogy itt valami miatt a városvezetés megingott. Szerintem Karácsony Gergely egyébként komolyan gondolta, hogy ez nincs rendben, csak azok a különböző koalíciós partnerei, akik mögötte állnak, azok valamilyen módon e, meg tudták azt akadályozni, e, hogy, e, hogy ennek a teljes körű vizsgálata megtörténjen. Én, én nagyon örülnék, hogy a főpolgármester erről nyíltan e, beszélne, ugye ő gyakran... De ezzel egy... most, példa, most ezzel azt mondta, hogy ebben összejátszott a Fidesz és az ellenzék. Hát az, ahogy 2019 óta ezt az ügyet kezelték, az számomra erre utal, igen. Tarlós István miért vonjon bele ebbe a történetbe, vagy ebben a én már idézett interjúban, ugye az orosz ügynöközést nem hát, véletlenül mondtam, tehát mint hogyha kiáró ember én, lenne az én, oroszoknak, én, én, úgy annak, önről. Hát, én ezért mondtam most ezt el. Tehát amikor a volt főpolgármester egy ilyen vádat megfogalmaz, én nem tudok más tenni, mint hogy ezt elmondom. Én, én nagyon örülnék annak, hogyha most ez a mai interjú csak arról szólt volna, rengeteg tervem van az, hogy Budapesten mit lehetne jobban csinálni. A Lakhatásról beszéltünk, de a közlekedésben, az felületekben, hogyan lehetne a várost akár a -e kultúrában megújítani, felpesdíteni, még a mai nehéz anyagi keretek között is. De hát azért, amikor egy ilyen vád elhangzik, mint amit Tarlós István mondott az orosz metró kapcsán, és amikor egyébként karácsonykedélyek ennyire nem csinálnak az ügyben se, láthatóan semmit, és nem is adnak erre magyarázatot, azért mégiscsak úgy gondoltam, hogy ideje ezt helyre tenni. Még a mai adásban interjúban se mondja le teljesen a terveiről, mert még meg fogunk tudni. Nem, beszélni. de biztos, hogy nem. valamit, ami ami abban az összefüggésben jutott most eszembe, hogy azzal a Karácsony Gergelyt ebben a konkrét ügyben, hogy lehetséges, hogy a, a mögött álló pártok hatására volt kintelen visszalépni a korábbi határozottságából. Ön mögött is áll majd párt, ráadásul, hogyha ő lesz a város vezetője, akkor nyilván egy sokkal bonyolultabb városházi helyzetben találja magát, mint a mostani mert lesz egy értelmezhető kormánypárti, fideszes frakció, lesz egy baloldali tömb, ez egészen bizonyos, és hogyha jól szerepel, akkor behúz jó néhány olyan politikust és jelöltet, aki korábban nem ült ott a közgyűlésben az LNP által és a saját civil persze, által. szakembereket is, nem csak pár politikusokat, Na, ugye ez a terv. Hát ugye igen. Na de ők azért kisebbségben lesznek, mert hogy a pártpolitika az, az ilyenkor erőteljesen meg szokott jelenni. Gondolom az LNP részéről is meg fog jelenni, ne legyen illúziója. Hogy akarja ezt kiütni? Hogy akarja ezt anulálni, Hogy akar úgy vezetni egy várost, hogy közben a pártpolitika ne határozza meg? A főpolgármester és a fővárosi közgyűlés viszonya a elég speciális dolog, hiszen közvetlenül választja a közgyűlést is, és a főpolgármestert is a budapestiek e, a választáson résztvevő sokassága, de Ugye ezeket együttműködésre kényszeríti, de a főpolgármesternek van egy nagyon direkt felhatalmazása a közvetlen választás által. Nekem lesz egy nagyon részletes programom. Ennek számos elemét már elmondtam a korábbi interjúkban. Zajlik most még egy konzultáció, ahol bárki elmondhatja véleményét, hogy mit vár a következő főpolgármestertől. Nagyon sok, több ezer észrevétel érkezett, ezeket most dolgozzuk fel a kollégáimmal. Ma reggel is ezzel foglalkoztunk. Ez a programom nagyon részletesen ki fogja jelölni a sorokpontjait annak, hogy én mit gondolok a városfejlesztés irányairól, és az a felhatalmazás, amit a választóktól kapok, hogyha megnyerem ezt a választást, az kötni fog abban, hogy a pártokkal és a közgyűléssel milyen keretek között lehet, és milyen keretek között nem lehet megállapodni. Hát igen, csak a, a... pártokat majd az nem kötelezi, ami önt igen. De kötelezi. De kötelezi. Mert a főpolgármester főpolgármester közvetlen választása és felhatalmazása azt gondolom, hogy azért a pártok számára is irányadó. És azért ezt eddig is, az eddigi választási szezonokban is lehetett látni, hát azért, ha megnézzük, mégiscsak az a helyzet, hogy ugye autósültözéssel nem csak a Fidesz vádolt a Karácsony hanem a Demokratikus Koalíció is, és mégis azért a, a, Karácsony programjából a közlekedési elemek mögé azért mégiscsak a többségi támogatást végül biztosítani kellett. Tehát én azért azt gondolom, Ennek hogy a főpolgármester... Ára volt, az tudja, mert ez mindig alkukérdése. Én nem azt mondtam, hogy nem lehet megállapodásokat kötni, hiszen hát bűködtetni kell a fővárost. Én, én nem azt állítom, hogy az én jelöltségem a pártpolitikát ki fogja zárni a főváros működéséből, mert ez egy illúzió pont most, amikor úgy alakított át a Mi Hazánk és a Fidesz az országgyűlésben a, a választási törvényt, hogy listás közgyűlés lesz. Tehát magyarul a pártpolitikából nem kevesebb, hanem több lesz a fővárosi közgyűlésben. Én pont azt állítom, hogy azért érdemes olyan főpolgármestert választani aki nem a két nagy pártpolitikai töm világából jön, hogy legalább a főpolgármesteri pozíció és annak a közvetlen felhatalmazása ne a fogja legyen ennek a pártpolitikai csatának, ami Budapestet fogjulájtette itt az elmúlt években, és aminek egyébként szerintem a hármas metró orosz kocsiai, és az, hogy ez itt el lett tusolva, szőnyeg alá lett söpörve az elmúlt években, ez is azért egy szimbóluma, a biodóm és sok más mellett, rácfürdő mellett. És nyilván a közgyűlésben azért állítunk saját listát, amit én fogok vezetni, a, a civil szervezet és a az LMP közös listáját, hogy a közgyűlésben is azért, aki engem támogat főpolgármester jelöltként, az tudja segíteni, hogy legyen egy, 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 jelentős képviselete, minél jelentősebb lehetőleg ennek a fajta gondolkodásnak, ami nem az orbánizmust, nem a gyurcsányizmust, hanem a Budapest való foglalkozást próbálja megtestesíteni. A, így van, a fővárosi közgyűlés. Csináltunk ]ben. egy ilyen szót. Jó, ezt én értem, de például a főpolgármesternek vannak helyettesei. Ez általában megint a pártok alkója szokott lenni, hogy ki legyen és ki nem. Ön vinne magával a főpolgármester helyetteseket? Úgymond szakembereket azok helyett, akiket a pártok hoznak? Nem kezdenék el most pozíciókat osztogatni, ez szerintem attól függ, hogy pontosan milyen fővárosi közgyűlés alakul ki, hogy milyen főpolgármester helyettesek. De akkor az, hogy megkötik a kezét bizonyos dolgokban. Nyilván a fővárosi közgyűlés választja mondjuk a főpolgármester helyetteseket, de tekintetben kötve van a főpolgármester személyi javaslataihoz. Tehát itt azért egy, egy, egy tárgyási helyzet jön létre, de ne gondoljuk, hogyha mondjuk Karácsony Gergely ülne ott, akkor nem ugyanebben a helyzetben lenne, hiszen arra nagyon kevés esély látszik, hogy az ő támogató pártok többségbe kerüljenek ebben a közgyűlésben. Tehát bárki lesz a főpolgármester, bármelyikünk lesz a főpolgármester, akkor bizonyosan egy, egy, elég színes fővárosi közgyűléssel kell valamilyen együttműködést, többségi együttműködést létrehozni. Ez van, ez csak azért volt fontos, hogy kiválasztani. az önálláspontját is meghalljuk ezügyben, mert ön az, aki azzal kampányol, hogy nem a pártok tolják előre maga előtt, hanem van, egy, is, van egy, budapesti de nem is. A programom, és azt szeretné megvalósítani. Én a programom mentén fogok felük Csak azt hogy jönnek a pártok. de vannak sarokpontok, beszéltünk már erről az egyenes beszédben is mi, például az, hogy, hogy ne pártpolitikusok üljenek a különböző fővárosi cégek igazgatóságaiban. Mert az, hogy a főpolgármester helyettesek, akár politikusok, az a szerepükből is azért adódik. De az, hogy a BKV vagy a BKK igazgatóságában Draskovics Tibor legyen az igazgatóság elnöke, vagy Gályé Zoltán Gyurcsány Ferenc volt kormány szóviből, ő jön a vagyonkezelő igazgatóságából, éppen eladják ezt a kelemföldi kollégiumot, amiről az előbb beszéltem, vagy, és ez nem csak a baloldal, hát a Fidesz idején mondjuk Papcsák Ferenc a volt országgyűlési képviselője a Fidesznek a BKK felügyelőbizottság élén, pont egyébként, amikor ez az orosz metró úgy megy, e, hát azért ez még sincs rendben. Tehát én azt állítom, és ez lesz a programomban, hogy főpolgármesterként nem fogok jelölni e, pártpolitikusokat ezekre a helyekre, nem lesz pártpolitikai kifizetőhely. Ha engem ezzel az állítással megválasztanak a budapestiek, akkor nem fogok ilyen javaslatot előterjeszteni, és aztán a pártok ehhez kötve lesznek, hiszen nem tudnak másról szavazni a, 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 feladat megosztás alapján, csak amit a főpolgármester előterjeszt. Szerintem font, ezért fontos dolog ez, hogy most tisztázzuk ezeket, mert ha ebbe sumákolás megy, akkor utána már persze jönnek az olyan alkuk, amik vállalhatnak. Hát én ebben nem sumákolok, elmondom, hogy mit gondolok erről, és például olyat most nem állítottam, hogy főpolgármester helyettes nem lehet politikus, mert igen, azt gondolom, hogy a közgyűlés működéséből Egyáltalán a városirányítás működési rendjéből adódóan ez, ez nem elkerülhető, hogy, hogy itt a, azok a frakciók és adjanak fel polgármester helyettest, akik a többséget biztosítják, ilyen előállhat. Karácsony Gergely az elődeit diszpolgárra tehát Hogyha megválasztják, Karácsony Gergely diszpolgár lesz? Nézd, én az, az előbb is mondtam, nem gondolom azt, hogy Karácsony Gergely, még hogyha például a parkolás vagy a hármas metró kapcsán itt részt is vett esetleg abban, hogy egyes a teljes kivizsgálásuk történjen, én nem gondolom őt egy a városnak rosszat akaró, vagy, vagy egyébként sok rosszat akaró embernek, és nem gondolom azt, hogy ne tett volna sok jó dolgot egyébként ebben a ciklusban, akár mondjuk azt, hogy a Bubit megújította, amiben persze most vitája van velem, de én ezt elismerem, hogy például ez egy jó dolog. Én azt állítom, hogy ebben a mai keretrendszerében is a fővárosnak lehetne eredményesebben működtetni a városházat, mint ahogy ma ő ezt teszi. Én nem zárom azt ki, hogy köztünk még legyen a jövőben valamiféle együttműködés. Tegnap egyébként ott ültünk együtt a diákok, diák, diák fővárosi program bemutatóján, nem, nem, nincs köztünk háborús viszony. Ennyire jól ez... a diákoknak sosem ment, mind a ketten elmondták, hogy beemelik az ő Igen. a sajátjaik közé. Csak nem nem meg is. Tehát én nem gondolom azt, hogy Karácsony Gergely életútja kizárná azt, hogy ő egyszer Budapest díszpolgára legyen, de én azért arra számítok, hogy ha én megnyerem ezt a választást, akkor ő a DK frakció vezetőjeként, mint a DK jelenlegi lista vezetője, ott fog ülni a fővárosi közgyűlésben, tehát nekünk együtt kell működnünk a következő években. Ugye azért annyiban nagyon más Demszki Gábor és Tarlós István helyzete, hogy ők lényegében nyugdíjba mentek a főpolgármesteri pozícióból, tehát nyilván akkor ez inkább fölmerült, nem gondolnám, hogy Karácsony Gergely esetében ez lenne a helyzet. Szerintem... Fiatal is hozzá. Szerintem akárhogy is alakul, nekünk kell a jövőben különböző módokkal együttműködni, és szerintem helyes is az, hogy a budapesti kampány az az nem személyeskedésről szól, nem a másiknak az emberi minősítgetéséről szól. Vannak valódi érdemi ügyek, mint egy metrofelújítás, vagy a lakhatás ügye, vagy az, hogy mit kezdünk a közlekedés különböző területeivel. Ezekben vannak vitáink, és néha mondunk is egymásnak sarkos dolgokat, de egyébként az, hogy egy kampány valódi témákról, ügyekről szóljon, és nem minősítgetésről, lejáratásról, mondva csinált ügyekről, az szerintem egy jó dolog. Én így fogok kampányolni végig a hátralévő hetekben, abban bízom, hogy a többiek is, bár látom, hogy Szent Király Alexandra nem pont ezen az úton indult el, Karácsony Gergé is tett ugye sajátos kijelentéseket különböző ügyekben, de én azt szeretném, hogy tartsuk az ilyen érdemi ügyeken a fókuszt ebben a fővárosi kampányban. Én szerintem jó dolog az, hogyha ha egy kampány nem arról szól, hogy csak a a gonosz és a jó küzdelme van, hanem Budapestre kapcsolatos víziók vannak. Minden mondatra figyelni kell, ugye kicsit ironikusan azt mondta, hogy majd Karácsony Gergely nyilván visszalép, mert jön a villamos. Ugye szalakcím az lett, hogy az önvéleménye az, hogy Karácsony Gergely visszalép. Tehát minden egyes mondatnak szerepe van egy választási kampányban. Van olyan mondat, amit sosem mondanak ki? Most nyilván nem fogja kimondani, de végig gondolt ilyeneket? Hogy adja magát, hogy oda lehetne hajítani, de erre a szintre nem megy le? Persze, és hát, hogy mondjam, amikor Tarlós tegnap interjúját megnéztem, nyilván akkor is eszembe jutottak gyors replikák néhány mondatára, de ezeket nem fogom itt elmondani. Üm, Ez a fair kampány, amit a Persze, persze. Szerintem. Ezt még nem de... írják alá. Brenner koromban aláírtad erről, amikor soha nem beszél ellenfélként. Ezt Szentkirály Alexandrától és Karácsony Gergelytől kell megkérdezni, hogy ők miért nem írták alá. Én valóban azért kezdeményeztem egy tiszta kampány Budapesten, egy 7 pontos nyilatkozattal. Én azt reméltem, hogy alá fogják írni, mert azt szerettem volna, hogy legyen egy olyan fővárosi kampány, ami lehet, hogy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen nyugat-európai illúzió, hogy van ilyen Magyarországon, de próbáljuk meg, amikor ténylegesen programok versenyről van szó, és nem arról, hogy összecsap egymással a különböző szereplők megélése szerint az angyal és a gonosz, és ezeknek a, a nagy összecsapásáról szól kizárólag minden. Én azt gondolom, hogy egy város vezetése és egy, egy, város működtetése az nagyon sok tekintetben szakpolitikai, részben szakmai, részben politikai, de valahogy szakpolitikai kérdés. Rengeteg olyan ügy van Budapesten, amit nem az országos politika határoz meg, hanem, hanem a főváros maga el tudja dönteni. Tegnap a diákok például, ahol ott ültünk Karácsony Gergelyel együtt, egy program javaslatot tettek, hogy miket kérnek. A ilyenek voltak, hogy mondjuk az iskolák előtt legyen több kerékpártároló Budapesten, legyenek padok, ahol le tudnak ülni a diákok az első óra előtt vagy szünetekben, hogy legyenek a menzán jobbak a kaják a Budapest, ahol a Budapestnek van erre ráhatása, mert vannak iskolák, ahol a Fővárosi önkormányzat biztosítja a közétkeztetést, és még tudok mondani öt másikat. Most ez ez tipikus olyan dolog, ahol igen, az, hogy a főváros mennyire figyel oda, mennyire csinálja jól a dolgát, vagy rosszul lesz, számít. Vagy az állatvédelem, ami nekem szívügyem, sokat beszéltem már róla. Az, hogy a, az illatos úton ne ezek a mostani elviselhetetlen viszonyok legyenek, hanem Budapestnek legyen egy új állatvédelmi központja, ahol azokat a kutyákat, macskákat, társállatokat, akiket vagy kidobnak, vagy valamilyen módon segítségbe szorulnak, nekik tudunk egy példamutató, színvonalú ellátást biztosítani, és Budapest az állatvédelem terén Magyarország többi területének is példát tud mutatni. Szerintem ezek olyan dolgok, amikra a főváros mai anyagi helyzetében is lenne lehetőség. Sok állatvédővel beszéltem a programírás kapcsán az elmúlt hetekben. Azért mindannyian azt mondták el, hogy nem sok minden történt ebben a ciklusban a nagy ígéretek ellenére. Egy egész konkrétan megnéztem, hogy például Taros István tegnap ugye értetlen is kifejezte, hogy miért foglalkozom ilyenekkel, de foglalkozom ilyenekkel, az, hogy egy 1,7 milliós városban 29 macskának van mondjuk helye, hogy segítsenek rajta, és egy darabban nem lett több ebben az öt évben, szerintem ezeket el lehet mondani, hogy igen, az állatvédelem terén Budapest tudna többet tenni, de persze nem csak az állatoknak, az embereknek is kell segíteni. Az, hogy, az, hogy a hajléktalan ellátásban milyen szolgáltatási színvonal van, hogy mennyire jól vannak a szociális ellátások megszervezve, hogy másfél évet kell ma várni, hogy bejussunk egy fővárosi idős otthonba, és ebben kapacitásbővítésre lenne szükség. És itt megint persze lehet mondani, hogy a kormány nem ad pénzt, ezt tudjuk. De például az, hogy együtt lehet -e működni a magántőkével abban, hogy az ilyen kapacitásokat bővítsük, számos példa van rá, Közép-Kelet-Európában is számos példa van rá, hogy ilyen együttműködések létre tudnak jönni. Szerintem ezekről kellene szólni ennek a kampánynak. Én tudom, hogy ilyenkor a sok riporter azt gondolja egyből, lehet, hogy ön nem, hogy hát ez az udalmas szakpolitika, is menjünk vissza valami izgalmasra. kikapcsolták. De de hát mégiscsak az van, hogy ez a város ezekről a dolgokról szól. Ugye ezzel az a baj, hogy a nagy mondások azok sokkal gyorsabban átmennek. Tehát amikor azon megy a vita, hogy ki a Fidesz jelöltje és ki nem, az egy jól értelmezhető dolog. Szakpolitikai kérdésekről mindenkinek van véleménye, de nem kiforrott, tehát inkább megtartja magának. Na erről a fidesz, Én nem nem fidesz meg magamnak. Hát ez a dolga. A Fidesz nem Fidesz dologról viszont könnyen beszélünk. Tehát, hogy ez egy jó Pont pontosan. Pontos amikor én azt mondom, hogy Budapest ne egy éret. pártpolitikai csatatér legyen, ahol minden arról szól, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, az pont ezt jelenti. És persze nyilván engem is megpróbálnak ebbe beletolni, én ezt teljesen értem. De van hát hozzá egy múltja, ami azért ezt megalapozza? Én dolgoztam különböző közhivatalokban, vezettem a BKK-t, vezettem a közlekedési múzeumot. de sokan akkor meglebezőnek különböző... tekintik az államtitkárokat, és ha így veszük, akkor a kormány része volt. Fél évig igen. Hát fél évig a mindenbészet Lázár János. Hát ez egy személyes bajszerencse, tekintsük úgy. nézze vissza lehet nézni az összes államtitkári nyilatkozatomat. Én egyszer sem nyilatkoztam általános politikai ügyekbe, nem sorosztam, nem beszéltem, nem tudom Brüsszelről. Ez a, a is meg fogja állni? Meg persze. Én akkor fogok konfrontálódni bárkivel a politikai téren, akár a kormányal, akár mással, hogyha ténylegesen az indokolja a budapestiak érdeke. Mondok egy példát. A kórházak kapcsán én azt látom, hogy Budapesten um, egyre romlanak a, a viszonyok, és nem csak a nyugat-európai nagyvárosokhoz képest, mert azt nyilván sejtjük, de még a vidéki nagy centrumkórházakhoz, egyetemi központokhoz képest is Budapesten épül le, vagy hát egy helyben topog, de inkább épül le az ellátás színvonal. Nyilván az ápolóhiányról már beszéltünk az előbb, hogy azon segíteni kell, a kórházi beruházásokkal semmi nem történik, centrumkórházak fejlesztése egytől egyig leállt, a Honvéd bővítése, a Szent István Szent László, tehát a Délpestiek bővítése, vagy a, a János Kórház rendbetétele is, akár egy új budai centrumkórház építése. Én nagyon sokszor szóvá tettem, hogy a héveket leállította Lázár János, hiszen közlekedéssel tényleg 20 éve foglalkozom Budapesten, de egy főpolgármesternek szerintem azt is szóvá kellene tenni, és nem hallottam ezt az elmúlt években senkitől, hogy hogy igenis a budapesti kórházi beruházásokat nem szabadna leállítani. Vagy mondok egy szervezési példát. Budapest az egyetlen olyan hely az országban, ahol ha nekem van egy lakcímkártyám, akkor nem mehetek be a város összes kórházába. Nyilván ez a város méretéből fakad valahol, de hát azért az, hogyha nekem Pesten van egy nem életveszélyes, de azért komoly bajom hétvégén vagy éjjel, és budai lakcímkártyám van, akkor a pesti kórházból elhajtanak. Szerintem nagyon sok budapestinek van ilyen élménye a sürgősségi osztályokon, ez mégiscsak egy nonsensz. Szerintem van abban dolga a főpolgármesternek, hogy ilyen ügyekben képviselje a budapestieket, és akár konfrontálódjon a kormányal, de szerintem mindenki érti, hogy ez egy szakpolitikai kérdés, nem arról szól, hogy közvetlenül választjuk a köztársasági elnököt, amihez szerintem a fővárosnak semmi köze nincs. Ha a közlekedés, ami a szíve ügye, kerül szóba, akkor mi az az első egy-két dolog, amit azonnal megcsinálna Budapesten, és ami megcsinálható, tehát most nem arról beszélünk, hogy legyen ötös metró, mert az egy távlatos elképzelés nyilván. Azért egyébként nagyon fontos, hogy legyenek távlatos elképzeléseink, akár a metróhálózat, akár a vasúthálózat, hévek megújítása terén. Tehát én ezeket a terveket mindenféle minőségben dolgoztam, ezeken nem szeretném feladni, és ahol és amikor egy milliárd forintot ki lehet sajtolni, akár az Unióból, akár a kormányból ezekre, én ott leszek, és ezt ki fogom sajtolni. Akár mondjuk, amikor a bkk vezettem, Lázár János ült ugye a kormányzati oldalon, Tarlós Istvánnal együtt küzdöttünk azért, hogy, hogy Lázár János ne vigye az összes pénzt akkor is Budapestre, mert akkor is ez ment. És azzal, hogy a BKK előkészítette a beruházásokat, ott álltak kulcsra készen a tervek, vagy kulcsrakészletet, vagy ásók készen mondjuk így a tervek, hogy azonnal lehessen kezdeni a munkát, ez nagyon sokat számított, hogy meg tudtunk szerezni forrásokat. Tehát ebben a szemléletben dolgoznék a nagy ügyekben. A kisebb témákban, Szerintem nagyon fontos az, hogy a külső kerületekre nagyobb figyelem jusson. Én tudom, hogy nem szokás egy főpolgármesteri kampányban azokról beszélni, hogy az ember mit nem csinálna, de például én nem tartom szükségesnek, hogy a Clark -ádám teret harmadszorra átépítsük tíz éven belül körforgalomból körforgalommal. Most ugye Karácsony Gergely ezt bejelentette, mint uniós beruházást. Szerintem nem kell a turista belvárosban, a Budai Vár tövében már megint ott átépíteni azt a teret, hanem az örsöt kell akadálymentesíteni, a határutat, az Ecseri úti állomást, Baranyi Krisztinának van rá egy kiváló terve, vagy éppen Újpest központot, a Göncárpád város központot. Budapestnek ezek a nagy külső kerületi csomópontjai riasztó állapotban vannak. Most járok mindegyikben elég sokat, amúgy is, mert éppen ugye az utcán is pultokkal jelen vagyunk, de közlekedőként is járok ezekben. Tényleg elképesztő viszonyok uralkodnak. Az őrsvezér terén gyerekkoromban emlékszem, hogy hol volt a tócsama, ma is pontosan ott van a, a svéd butoráruház előtt. Tehát azért ezeken a helyeken igenis lenne mit tenni, és szerintem igenis a külső kerületekben kell sokkal többet tenni a városvezetésnek a turista belváros helyett. Ez az egyik állításom. A másik pedig az, hogy Budapest a villamosok városa. Itt van a világ legnagyobb forgalmú villamoshálózata. Sok kis hálózatfejlesztéssel, akár a Bajcsi-Zsilinszki úton, akár a Havon telepen, akár Óbudán, akár a Tököli úton a jövőben lehetne a budapesti villamoshálózat kiterjesztésén dolgozni. Ezek kapcsán bár néha ilyen látványtervek a Facebookon felbukkanak a városvezetéstől, de semmi nem történt ebben a. a hát most Karácsony Gergely bejelentett ezek közül kettőt. Ugye ha van a Havanna lakótelepen járt is, hogy hát éve, hogy jön a villamos. Öt éve is bejelentette. És a Bajcsi Zsirinszki út az egy konkrét elképzelés a nyugati téri felüljáról lebontására eltelt, eltelt, egy teljes főpolgármesteri ciklus, és az egyetlen dolog, amit át tudott adni Karácsony Gergely a villamos hálózat terén, az egy plusz villamos volt, amit a Demokratikus Koalíció 18. kerületi polgármesterének adott át ünnepélyes keretek között, hogy ekkora egy nagyon helyes plusz, plusz villamos. Hát át is Na most, volna, az is hát akkor kiesik a, mi a közepében. Tehát, én azt azt gondolom, hogy a villamoshálózat terén ennél többet lehetett volna tenni. A Bajcsi Zsilinszki úton vagy a Havanna lakótelep esetében is ezek ugye benne voltak az ő programjában. A tervezést 2020-ban el lehetett volna kezdeni, és mielőtt azt gondolja valaki, aki nézi ezt a műsor, hogy de hát nincs pénz, hát azért mégiscsak az a helyzet, hogy a BKK éves büdzséjének fél százalékából elő lehet egy ilyet készíteni. Tehát azért ezt nem mondjuk, hogy semmire soha nincs pénz, arra, hogy most kész tervekkel fogadják az uniós pénzeket, ha lesznek végre. Erre meg lett volna minden lehetőség a fővárosnak, és nem tettek semmit. Egyetlen beruházás előkészítése sem történt meg, se a Bajcsi villamosé, se a villamos villamosé, se más villamos hálózati fejlesztésé. Pontosan annyi terv van a fiókba, mint amennyi akkor volt, amikor Tarlós István eljött a városházáról. Azok használhatóak egyébként? Mert ezek ugye az időről se sok, időre Az, sok az a baj, lényegében. tehát hogy a pontosan annyi az, az lényegében nulla. Ugye a második tarlós ciklusban megépült minden, amit mi előkészítettünk, ugye a fonodó, az egyes villamos eteletéri meghosszabbítása. Tarlós István figyelmét szerintem teljesen lekötött a második ciklusban a hármas metró felújításának előkészítése, ami is szükséges és helyes dolog volt. Meg is, hát metró hát az már egy ciklusra korábban volt inkább. Tehát ez csak egy tény megállapítás, hogy nem sok minden van. Szerintem az egyetlen villamos beruházás, ami ma elő van készítve, és én azt meg is szeretném csinálni, amit a kormányzat részéről előkészítettünk, ugye ennek én voltam az irányítója 2020 és 22 között, az a budai fonódónak a hosszabbítása délre, a Szent tértől a Műegyetem rakparton, a Műegyetem, az ELTE, az Infopark, a MOLT torony és térségének érintésével a budafoki útig, ami a budai fonódó déli irányban kiterjesztené. Ha uniós pénzek holnap rendelkezésre állnának Magyarországnak, most ugye Lázár János kiváló beruházási törvénye miatt most megint felfüggesztették ezeket, de ha ez újra elérhető lesz Magyarország számára, ez az egyetlen olyan budapesti beruházás, ami tényleg indításra kész, építhető állapotban van, minden mást évekig kell tervezni. És egyébként, ami még nagyon fontos szerintem, hogy, hogy a közterek rendetételében lépjünk előre. Itt egyrészt nyilván a közterületi rend és tisztaság általános leromlottsága érződik Budapesten, Mondtam már példaként a városházat, ahol a murvás parkoló helyén szerintem azt a parkot igenis meg kell csinálni, és nem értem, hogy ezt hogy nem tudták öt év megcsinálni tudom mondani példának a rakpartot, ahol persze csinálják ezeket a kedves hétvégi lezárásokat, de az, hogy ott legyen egy valós sétány, hogy ne a kapitány autója, a mindenféle sószoró ládák, a szemetes kukák, a szállodahajóról kidobott műanyagzsákok álljanak ott, hanem, legyen végig egy sétány a Dunaparton ezt, hogy hogy nem sikerült megcsinálni öt év alatt, miközben ez egy kulcsigéret volt, ezt én nem értem. De ha megnézzük Na most, a most fontosat mondhatom, mit kezdene a rakparttal, mert hogy az egy folyamatos budapesti vita, hogy ez a hétvégi lezárás hülyeség vagy nem. Ha nem hülyeség, akkor miért nincs állandóan? És akkor miért, miért nem zárjuk ki onnan az autóforgalmat? Ugye most ez egy belvárosi polgármesteri vitává is alakul a jelek szerint, úgy nézem, az ellenzék és a mostani városvezetés Igen, között. Igen, ezt nem követem. Ezt ötödik a belvárosi előválasztást nem tudom követni. Ötödik kerületben ez valódi vitává kezd kialakulni. Tehát, hogy hogy ez ügyben például van egy markáns véleménye? Persze, hogy van. Szerintem az, hogy a pesti alsó ilyen típusú lezárások vannak nyaranta, hétvégente, ez helyes. Nekem ami kritikám ezzel kapcsolatban van, hogy nagyon sokszor ott az üres flasztele lehet csak flangálni, tehát szerintem oda lehetne programokat vinni nagyobb számban, lehetne akár ilyen, mi a futrak magyarul ilyen. Értjük, e, Igen, futrakokat vinni, amikből Értik. lehet venni egy, egy hamburgert vagy egy sört, lehetne a tojtojoknál kicsit jobb minőségű mosdókat ott a viaduktokban megcsinálni. Tehát szerintem egyrészt rövid távon is lehetne ezt, ezt jobban csinálni, hosszú távon pedig a, az a vízióm, hogy a rakparton egy széles sétányra van szükség, amin végig lehet sétálni, lényegében a, az úszó arénától, a Duna arénától, az Angyalföldön végig le, észak pedig ahol egy nagy közpark szerepel a programomban is, meg hát régóta a városfejlesztési tervekben, remélem, hogy ez meg tud előbb-utóbb valósulni. Tehát végig a Pesti belvárosban, de azon túl is egy összefüggő parti sétány legyen, ami ma nincs meg, hát ha valaki mondjuk a, a nyilas emlékműig a cipőktől elindul délre, hát ott a sárban tud a gyalogolni, vagy ha a szabadsághídnál szeretne az ember sétálni egy hétköznapot, nincs járda egyszerűen. Tehát ezt meg kell csinálni, és, és azt gondolom, hogy a belváros közepéről a szállodahajókat részben ki kell telepíteni. Tehát a belvárosnak az, például a Lánchíd és az Erzsébetit közötti részére gondolok. Hát most és pont ez van napirenden egyébként, ha minden igaz, akkor még ebben hát a hónapban. igen, ez is, is olyan dolog, a mint a Bajcsi melyzet. villamos, hogy napirenden van. Hát egy új szabályzatot fogadott el a főváros most, ami miért most fogadták el? Tehát, hogy mi történt az elmúlt öt évben? Hát azt hiszem, a... a 13. kerületi botrányok azok, amik ezt előidézték, hogy ezt most gyorsan Csak meg kell hogy már Befejezem mérni. a mondatot, tehát a belvárosban szerintem a rakpart mellett nem kikötött amerikai nyugdíjasok szállodahajóinak van a helye, hanem olyan úszóműveknek, amire ki lehet ülni ezzel az előbb említett pohár és meg lehet inni, és le lehet ülni a barátokkal, vagy akár egy olyan úszodának, ami volt régen Budapesten egy ilyen úszó strand, most is van ilyen Berlinben, Párizsban, ami egyfajta ilyen úszó, szabadidős központként működik a Dunán. Tehát szerintem a Dunapartot egy, a vízhez közeli hozzáférhető élményeket tenni, és a rakpartokat így kell fejleszteni. Ugye erre már volt egy tervpályázat 10 évvel ezelőtt Tarlós István első ciklusában, aztán se az ő második ciklusában, se most Karácsony Gergely tévében nem épült át, nem valósult meg ebből semmi. Viszont a Covid meg megszüntette a hajóközlekedést. Én ezt meg fogom tenni. Már hogy a, nem a turista hajóközlekedést, hanem a BKV kis hajókat, amik a régi Habci Kuka és hasonlók átépítéséből alakultak. Ezt még mindig tudtuk be 2012-ben. De ez most nincs. Szerintem ez baj, szerintem a Dunát be lehetne vonni jobban a közösségi közlekedésbe. Ezeket a hajókat a BKV egyébként járatja, de most turistáknak adja bérbe, meg turista járatokat üzemeltet. Nyilván azért az van, hogy ezek a régi hajók elég lassúak voltak, tehát közlekedésben nem voltak elég versenyképesek. Szerintem itt lenne helye annak, hogy a Duna közösségi közlekedési bevonását egy korszerűbb hajóflottával megpróbáljuk. És, a és magán itt tükker? is, és itt is van arra példa, éppen Kopenhágában láttam most, hogy ezt teszik, hogy ugyanúgy, ahogy mi a buszflottát megújítottuk annó, hogy a, azért, hogy gyorsan le tudjunk cserélni több száz buszt, ugye Budapesten ezt valósítottuk meg 2010 és 2014 között, több mint ezer kevés volt, és hirtelen ezek a világoskék, kék buszok nagy számban megjelentek a Budapesti utcán, több mint 500 buszt hoztunk be. Ez úgy történt, hogy a BKK létrejött, lett egy közlekedés szervező, ezért is vagyok rá büszke, hogy ezt meg tudtuk ezt az intézményi átalakítást tenni, és szerződéses alapon magáncégek kaptak arra a lehetőséget, hogy üzemeltessenek budapesti buszjáratokat, de az utasok ugyanannyi jegyet fizetnek érte, ugyanazt az élményt kapják, tehát ugyanúgy kék busz jön, a járatszám minden ugyanaz, csak csak egy kilométer díjért szolgáltatásként vásárol meg eszközt a, a főváros. Szerintem a hajóknál is ezt meg, eh, érdemes megvizsgálni. Sokat támadta, főleg a kormány oldal néha, ahogy említette is, a, a, DK is Karácsony Gergely kerékpársávjait, különösen az ülői útit, de hát volt, Azt én is támadtam. volt vita mindenből. Azt még ön is egyébként, tényleg bővíteni ezt a hálózatot? Mert most ugye az történik, hogy az utcákban felfestik a kerékpár jelet, és akkor ez most a egy kerékpáros utca, ami hát azért eléggé komolytalan. Innen a stúdióból a Magyar Kerékpáros Klubhoz megyek egyeztetni egyébként a, arról, hogy a programom kerékpáros elemeiről ők mit gondolnak és ők mit javasolnak. Végigjárom az összes ágazati civil szervezetet az állatvédelemtől a kerékpáros ügyekig bezárólag. Ugye voltam tegnap a diákoknál is. Én szerintem Budapesten van helye és szükség is arra, hogy a kerékpáros közlekedésnek a biztonságos feltételrendszerét javítsuk. Ebben, amikor én a békeket vezettem, nagyokat is léptünk előre, akár az Andrássy úton vagy a Kiskörúton akkor készültek el, hasonló balhék nélkül egyébként a kerékpársávok. Szerintem erre van szükség, egy. Kettő, a Bubitra büszke vagyok, arra is büszke vagyok budapestiként, úgyhogy nincs hozzá közöm, hogy Karácsony ezt tíz év után megújították, jobb lett, a régi is szerintem jó, hogy elkészült, anélkül a második kör se lett volna meg, de most még jobb lett, még többen használják, tök jó. Szerintem ennek a kiterjesztését folytatni kell, és a külső kerületekbe is el kell juttatni a bubit, hogy a külső metroállomások, kollégiumok környékén mindenhol legyen elérhető bubi, akár az Örsön, akár a Kőbánya Kispest, Újpest központ környékén mondjuk. És mivel a Budapest bérlet ugye most egy veszélyeztetett állatfaj abban az értelemben, hogy hát sokan a Pest vármegye bérletre váltanak nyilván, mert az alig drágább és sokkal több szolgáltatást ad, és ez a BKK számára egy bevételkiesési veszélyt jelent, ismerjük a Budapest bérlet megállapodást. Szerintem a Budapest bérlet vonzereit lehetne azzal javítani, hogy a Bubit abba belefoglaljuk. Tehát akinek van Budapest bérlet, az használhassa a Bubit is ennek részeként, az én programom ezt tartalmazni fogja. És hogy a konkrét kérdésére válaszoljak, szerintem kapkodva félmegoldások születtek több fővárosi utcakaszon Karácsony Gergely elmúlt éveiben. Az ülői utat én többször kritizáltam, mert két teljes sávot zártak le ezekkel a zöld karokkal. Egyrészt ekkora kerékpáros forgalomot nincs, ezáltal pedig nemcsak csak az autóforgalmat, de még a buszközlekedést is akadályozzák. Az egész egy teljesen igénytelen kialakítás, Nemcsak csak esztétikailag, de hát az, még a régi burkolati jelek is ott vannak. Ezt így nem lehet csinálni, ez nem méltó Budapesthez. Tehát én azt vállalom, hogy a karokat eltüntetjük az üli útról és a Váci útról, a teljes útszakaszokat mind a két helyen újra tervezzük, nem megszüntetjük a kerékpározás lehetőségét, hanem úgy alakítjuk át, hogy ez sokkal kevesebb érdekkonfliktussal járjon, és mm -hmm. ahogy ezt már megtettük több útszakaszon, amikor a békeket vezettem, lesz biztonságos kerékpározási lehetőség, de karók és félmegoldások nélkül. Lesz, aki visszalép a választástól a főpolgármester jelöltek közül? Én biztos nem fogok visszalépni az, hogy mások visszalépnek -e, ezt nyilván tőlük kell megkérdezni, én azért arra számítok, hogy most az esélyesebb jelöltek közül, három lehetőség közül tudnak választani a budapestiek. Szentkirály Alexandra kormány szóli, aki nyilván a kormány képviselője, mindig is az volt, a Fidesz kormány szempontjait próbálja majd Budapesten érvényesíteni, és ez is az ajánlata, ugye a bejelentő videójában is a Gellért hely tetejéről Karácsony Gergely főpolgármester, aki aki a permanens ellenzéki miniszterelnök jelölti kampányt most már a DK lista vezetőjeként viszi, és lényegében bármi történik a városban, azt egy mondatban eljutatja Orbán Viktorig, de azokban az ügyekben nem lép előre, amiben tudna. És ott leszek harmadikként én, aki ezekhez képest, mindkettőhöz képest egy alternatívát igyekszik kínálni, és egy új logikát a Budapest fejlesztési politikában, és abban, hogy, hogy amikor Budapest érdekében meg lehet ezzel a kormányjal, vagy majd a következővel 26 után állapodni, akkor abból én ki fogom hozni a legjobbat, amikor pedig Budapest érdekében meg kell fogalmazni a kormányal szembe kritikát, akkor azt tőlem ugyanúgy meg fogják e, hallani, mint ahogy ezt most is megteszem. Azért én megértést engedjem meg, a gyógycsányozást kiátszotta ön is Karácsony Gergely szemben. Amennyiben? Hát ő nem a DK jelöltje, ő több pártnak a közös jelöltje, nem a DK lista vezetője, hát, több pártnak a lista közösen. Ő a párbeszéd politikusa és a főpolgármester. Szekesziul. Egy olyan közös listát állítottak, ugye Dobrev Klára, Kuhalmi Ágnes és Karácsony Gergely közösen jelentették ezben néhány napja, ahol lényegében a szocialisták és a párbeszéd feladták az önálló indulás lehetőségét. Nem csak ezen a választáson, de másik kettőn is, az Európai Parlamentin, meg a Parlamentin is, és betagozódtak ebbe az összefogásba szívük joga, de hát azért mégiscsak az a helyzet, hogy itt a domináns pártként a DK listáját fogja Karácsony Gergely vezetni, és mondjuk nem a kutyákét, nem a momentumét, és nem is a miénket. Tehát szerintem ez a megállapítás, ez nem gyúcsányozás, ez a tények leírása a politikai helyzetről, amivel nekivágunk ennek a választásnak. Hát én ma reggel a Facebookon egy olyan demokratikus koalíció hirdetés láttam, maga Karácsony Gergelyt, mint listavezetőt reklámozzák, tehát hogy szerintem a tényeket állítottam, nem gyúcsányoztam. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. Vitézi Dávid, a főpolgármester jelölt volt a vendégünk. Köszönöm, köszönöm a meghívást. És köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is, és te is ugyanebben az időpontban jön a konkrétan, és aztán ezt el is érik itt a YouTube-on. Viszontlátásra.